Én nem vagyok híve az olyan kiállítás rendezésnek, amikor valaki papíron mindent kiszámol, megcsinál, mert nagyon sokszor tapasztalom, hogy amit úgy előre elképzelünk, az a valóságban, még akkor is, hogyha nagyon elképzeltük, nagyon alaposan, akkor is mást mutat. És emiatt tulajdonképpen mindig a helyszín, az akció, amikor rendezünk, az egy nagyon izgalmas dolog, és mindig más. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket, hogy jelenlétükkel megtisztelték a Soroksári Viselet könyvünk bemutatóját. A könyvnek a bemutatóját egy évvel ezelőttre terveztük. Akkor volt ugyanis a Soroksári Grassalkovics kör alapításának 25. évfordulója. Ezt az ismert indokok miatt el kellett halasztanunk, viszont most szeretnénk bemutatni a Soroksári Viselet könyvet. Ez a soroksári viseletnek a jegyeit hordozza. Tehát az ujj kiképzése, a kézelő kiképzése, a derék kiképzése, ez a soroksári viseletnek a jegyeit mutatja. Kényelmes? Igen, nagyon kényelmes. Hát rám készült. Világszínvonalú vásárváros és konferencia központ épült Budapesten. Egész egyszerűen azért, mert nincs világváros, világszínvonalú vásárváros, világszínvonalú kiállítási központ és világszínvonalú konferencia központ nélkül. A két évig tartó építkezés után 50 ezer négyzetméter teljesen új és 35 ezer négyzetméter felújított épület létesült. Megújult a terület teljes közmű infrastruktúrája, a beruházás színvonalas tereprendezéssel is jár. 12 ezer négyzetméter zöld felület újult meg.